Miért az AKG-t választottátok? Azt gondoltuk, hogy jó lesz neki, szabadság lesz, jól fogja magát érezni, sok mindent kipróbálhat, és nem lesznek korlátok. Izgulsz az első tanítási nap miatt? Igen, nagyon. És melyik osztályba fogsz kerülni? A csipasz csapatba. És mit hallottál eddig az AKG általános iskoláról? Hogy nagyon jó lesz, és nagyon jó lesz ennyi, de... Igen. Hogy döntöttétek el, hogy ide fogtok majd járni az AKG általános iskolába? Hát szerintem ugyanúgy, ahogy mindenki, hogy nem akarunk a rendes iskola rendszerbe bekerülni, és mindenképpen valószínűleg bennmaradni, és ezért döntöttünk úgy, hogy valami alternatív lehetőséget keresünk. Ez tűnt a legszimpatikusabbnak. Miért az AKG-t választottam? Mert én az AKG-ba végeztem a negyedik évfolyamon annak idején, és akkor így egyértelmű volt, hogyha van rá lehetőség, ahogy Horn tanár úr megígérte, hogy lesz általános iskola, akkor mi jövünk. Miért az AKG-t választottátok? Csak az AKG volt az egyetlen opció. Nem, egyszerűen nem tudtunk volna ebben az országban ennél jobbat kitalálni a gyerek. Van AKG-s kötődésetek? Nincsen. Ezért vagyunk nagyon szerencsések. Akinek AKG-s kötődése van, nem is tudja, hogy mennyire szerencsés. Elkérdeztem, hogy miért az AKG mellett döntöttetek? Az AKG-nek a szemlélete nagyon tetszik, és úgy gondolom, hogy a fiamnak ez lesz a legjobb. Van valami AKG-s kötődésetek? Testvér vagy ilyesmi, akik ide jár? Anya! Akár is volt? Wow! És izgulsz már a suli kezdéstől? Nagyon-nagyon izgulok. Nem volt nehéz kérdés, tehát ismertük az iskolát, úgyhogy... Van valami családi kapcsolat? Vagy... Én a Politechnikumban jártam, ami hasonló iskola volt, úgyhogy mindenképpen egy ilyen iskolát kerestünk, ami így tekint a gyerekekre, ahogy az AKG-t tekint. Izgulsz már? Hát nem annyira, de amúgy igen. De? Hát alakulás óta. Nyomon követjük, igen, és alig vártuk, hogy elinduljon az általános iskolás rész, úgyhogy addig minden részmegoldás volt. Wow, és járt is már valaki ide az ismerőségi körötökből? Vagy? A férjem, ő több tanítványa volt a AKG-s, és olyan kiforrott személyiségek, és annyira másképp látják a világot, hogy úgy döntöttünk, hogyha lesz lehetőség, akkor azonnal hozzuk a gyereket. Igen, én nagyon sok olyan workshopon voltam, ahol az iskola előkészítése zajlott, és nagyon megszerettem azokat, akik itt dolgoznak, úgyhogy merem rájuk bízni a gyereket. Mondd, az AKG-t választottál. Iker nővérei már ide jártak az AKG gimibe, és akkor így jött magától, hogy akkor ide jöttünk, már ismerjük az AKG-t. Izgulsz már nagyon? Nagyon. Nagyon? Ismersz már valakit az iskolából? Igen, az egyik osztálytársam lesz. Tényleg? Az ismerkedős napon, vagy már régebbről ismerted? Nem, hanem már egy nagyon picikével régebben ismertem. Ja, nagyon picikével régebben? Jó. Tudod esetleg, hogy miért pont az AKG-t választottátok? Ez egy közös döntés volt, vagy a szüleid mondták, te akartál ide jönni? A szüleim döntötték. A szüleid döntöttek? Megkérdezhetjük akkor a szüleidet, hogy miért pont az AKG-t választották? Hát jókat hallottunk a gimnáziumi részről, és nyitottabb, szabadabb iskola, úgyhogy szimpatikusabb volt. Azt tetszik, hogy az egyéniségükre figyelnek a gyerekeknek, hogy olyan tudást szeretnének nekik átadni, amivel majd a jövőben is hasznosítani tudják. Nagyon tetszik nekünk az egész szellemiség, és azt gondoljuk, hogy itt elérjük azt, amit szeretnénk a gyerkőccel. Jó? Van valami konkrét érték esetleg, amit itt tetszik önöknek? Igazából azt gondolom, hogy az a gyerekközpontúság, és az, hogy megtalálják azt, hogy ki miben fejlődjön. Szerintem ez a legfontosabb. Ismersz esetleg valakit az AKG-ból? Anyát és apát. Volt valami ilyen konkrét érték, amit tetszett a suliban? Hát ez így végig kísér az egész életünkön. Tehát ez egy közösség, amihez így a mai napig tartozunk már így 40-hez közel is, úgyhogy ez azért nagyon jó. Önök itt ismerkedett meg az AKG-ban? Igen. Tudod, hogy választottátok ezt az iskolát? Közösen a szülőkkel, vagy te akartál ide jönni? Igazából apukám meg anyukám választotta. Ők választottak? Megkérdezzük őket, hogy mi alapján döntöttek emellett az iskola mellett? Mert nagyon szimpatikus volt az oktatási program, és ez alapján.
van valami konkrét érték esetleg, ami megtetszett benne, vagy úgy általában? Hát a stresszmentesség és az, hogy valószínűleg egy ilyen nyitott gondolkodásra nevelő iskolát képzelünk el. Miért pont az AKG-t választották? Hát mert a gimnáziumról nagyon szuper dolgokat hallottunk, és sok több ismerősünk jár oda, úgyhogy azt gondoltuk, hogy ez egy szuper, hogy van egy általános iskola is, és elkezdhetnek oda járni a gyerekek. Van esetleg valami konkrét olyan érték, ami megtetszett benne? Hát az értékek. Az értékrend. Az, ami, hogy milyen szellemben nevelik a gyerekeket a suliban, hogy jó arányban van az oktatás, meg a tudásfejlesztés, meg azok az értékek, amikben mi is hiszünk. Ez volt a leginkább vonzó. Az épület? Nagyon tetszik nekem. Találkoztál az osztálytársaiddal? Már igen. Már volt az ismerkedés is. Most tudtatok játszani? Tessék? Most tudtatok játszani? Még nem, de fogunk. Fogtok? Igen. Nagyon jó. Önöknek esetleg megkérdeztetjük, hogy mi alapján döntöttek az AKG mellett? Hát a barátaink ódákat zengtek róla, és úgy gondoltuk, hogy szabad embert akarunk nevelni a gyerekünkből. Ezt eddig is így csináltuk, és ha ez az iskola is hozzájárunk, már pedig úgy hallottuk, hogy ez az iskola ilyen, akkor mi boldogak leszünk, ezért vagyunk itt. Jó napot! Hogy tetszik az épület? Nagyon szép. Felújítás fölék, nagyon szép lett, nagyon szép. Ön most az először ide a gyerekét az AKG-ba? Igen, kettőt. Kettőt egyszerre? Ő is már ide fog beiratkozni? Hát reméljünk, hogy 6 év múlva ő is boldog AKG-s lesz majd. De egyelőre még nem gondoltuk, hogy megkezdeni a tanulmányait. Van esetleg nagyobb tesója, aki idejött, vagy most csak látogatóba jöttél vissza? Van egy 9 éves nagylányom, aki most kezdi a 4. évfolyamot. Úgyhogy igen, a nagy tesót kísértük el. És megkérdezhetjük, hogy milyen értékek alapján hoztátok ide a nagyobb gyereket is? Hát sokat mesélhetnék a gyerekközpontúságról és mindazokról az értékekről, amiket az AKG-val, de én is AKG-s voltam. 98-ban érettségiztem itt, és nem volt kérdés, hogy hova jöjjön a gyerekünk, mert én is nagyon boldog AKG-s voltam.